A nemzeti szuverenitás Svájcnak és Magyarországnak is egyformán fontos. Ezt mondta a Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott Svájc államfőjével a Sándor palotában. Egyetértettek abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárása egyformán fontos a világpolitika minden szereplője számára. Ugyancsak napirenden volt az Európai Unió és Svájc közötti együttműködési megállapodás előkészítése. Katonai tiszteletadással fogadta Svájc elnökét Súlyog Tamás köztársasági elnök. 13 év után látogatott ismét Magyarországra a svájci államközösség elnöke. Súlyog Tamás és Viola Amherd négy szemközti megbeszélésen tárgyalta a két ország gazdasági kapcsolatairól. Svájc a legnagyobb magyarországi beruházók közé tartozik, 900 vállalat, csaknem 30 ezer munkahelyet biztosít. Magyarország. A köztársasági elnök a találkozó után hangsúlyozta, mindkét országnak fontos a nemzeti szuverenitás, az Európát érintő ügyekben pedig szövetségben áll a két ország. Fontos kapcsolódási pontunk Svájccal a békepolitika. Döbbenten állok a hétvégi Izrael elleni támadás előtt. Aggódunk a közel-keleti helyzet miatt, amely az eszkaláció veszélyét hordozza magában. Egyetértek elnök asszonnyal abban, hogy az orosz-ukrán háború lezárása egyformán fontos a világpolitika minden szereplője számára. Svájc, mint semleges ország, kétnapos, magas szintű nemzetközi békekonferenciát szervez június közepére, hogy megtalálja a módját az ukrajnai háború lezárásához, amelyhez ezúton kívánok eredményes tárgyalásokat. A svájci elnök látogatásának az adott aktualitást, hogy Magyarország az uniós elnökségre készül. Svájc azon dolgozik, hogy átfogó gazdasági megállapodást kössön az Európai Unióval. Bíznak a tárgyalások eredményében azok után, hogy 2021-ben megszakították a megbeszéléseket, egyebek mellett a munkabérek védelméhez köthető ügyek miatt. A svájci államfő leszögezte, elsődleges számukra, hogy megállapodjanak Brüsszellel a hosszú távú együttműködés jogi kereteiről, és bíznak a magyar kormány támogatásában. Svájc az unió negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere és harmadik legnagyobb beruházója. Ezért fontos, hogy vállalataink hozzáférjenek a belső piachoz. Naponta 400 ezer uniós polgár utazik át svájci munkahelyére. Bízunk abban, hogy a még nyitott kérdésekben megállapodunk, amire jó esély van, mert azonos érdekek és értékek kötnek össze bennünket, fogalmazott a svájci elnök, aki az uniós migrációs paktumról is kifejtette véleményét. Svájcban magas a külföldiek aránya, a migráció minket is érint, de sokat teszünk azért, hogy integráljuk őket, vagyis azért, hogy ne jöjjenek létre olyan városrészek, amik nem integrálódnak. A válságzónákba kell eljuttatni a támogatásokat, hogy a bajba jutott emberek a saját hazájukban éljenek, emelte ki Viola Amherd. A megbeszélések a fokozódó háborús helyzet rendezésére is kitértek. Ebben Svájc vezető szerepet tölthet be, ugyanis júniusban békekonferenciát tartanak az orosz-ukrán háború lezárásáért. Viola Amherd azt mondta, bíznak abban, hogy párbeszéddel elindítják a béke folyamatot. Szóba került az is, hogy Svájc most két éven keresztül részt vesz az ENSZ biztonsági tanácsának munkájában, ahol fő céljuk, hogy segítsék a fenntartható béke előmozdítását.